Komplex programok Milotán, a szegregált élethelyzetek felszámolása érdekében képzések indulnak, és közösségi terek épülnek a településen. Amerikai vendéghallgatók. Nyíregyházára a Debreceni Egyetem egészségügyi karára érkeztek hallgatók, akik tanulmányt készítenek a szociális ellátórendszerünk sajátosságairól. Nyári táborozás. A természetközeli és sportos lehetőségek mellett évről évre egyre népszerűbbek a digitális írástudással foglalkozó táborok is. Többek között oktatással, egészségügyi szűrésekkel, valamint szolgálati lakások építésével segíti a szegregátumban élők helyzetének javítását. Milota, a Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A településen 2 darab 200 millió forintos projekt indult. A feltételeknek eleget tevő lakosok olyan képzéseken vehetnek részt, amelyek hosszú távon jelentősen segíthetik a megélhetésüket. A második projekt keretében pedig szolgálati lakások épülnek majd. A támogatást az Európai Unió és a Magyar Állam nyújtotta. A magyar-ukrán határ mentén elhelyezkedő, alig 1000 lelkes Milota konzorciumi vezetőként nyert pályázatot. A megvalósításnak tagja még az MTESZ Szabolcs-Szentmihályi megyei egyesülete, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Az idén január 1-én indult projekt közel 200 millió forintból valósul meg. Az első projektben szakmát fognak tanulni 3 éven belül. Első évben a kőműves szakma lesz. Én remélem, hogy a településről majd, akik el szeretnének menni dolgozni, nem csak a közmunka világában, akkor ez fog nekik segíteni abban, hogy a megélhetésük jobb legyen. Ennek feltétele, hogy lakcím szerint a 3 milotai szegregátum valamelyikében éljen a képzésben résztvevő, az életkor szerinti kritérium pedig, hogy 16 és 54 éves kor közötti legyen. Ilyen módon 100 főnek biztosítanak OK és képzést. 3 képzésünk lesz. Most indul egy a kőműves képzés tavasszal, jövőre lesz egy családellátó képzés, ugye az a nőknek szól leginkább, és lesz egy 3. képzésünk, a kerti munkás, ami 2021 évelején fog elindulni, oda nők, férfiak vegyesen jelentkezhetnek. Létrehozzunk egy csillagpontot és egy csillagházat. A csillagpont az egy szolgáltató pont, ahol tisztálkodni, mosni, főzni lehet azoknak a családoknak, akiknek a saját házukban ez nem megoldható. A csillagház pedig kulturális rendezvények ad színteret. A 2022. április végéig tartó projekt időtartama alatt összesen 2 nagy és 10 kisebb szűrés lesz a településen élők számára. A második projekt szintén 200 millió forintból valósul meg. Ebből szolgálati lakásokat építenek majd, hogy a szegregált élethelyzetből a rászoruló nagycsaládosok ezekbe átköltözhessenek. Külföldi hallgatók érkeztek az Egyesült Államokból a Debreceni Egyetem egészségügyi karára. A szociális munkásszakos egyetemisták a Louisville-i egyetemről látogattak el hazánkba. Egy hetet töltenek el az egyetemen azzal a céllal, hogy tanulmányozzák a szociális ellátórendszer helyi jellegzetességeit, és egy tanulmány összeállításával bemutassák azt a saját egyetemükön. Március első hetében érkezett egy amerikai delegáció a Nyíregyházi egészségügyi karra. A Louisville Egyetem hallgatói minden második évben eljönnek városunkba szakmai tapasztalatcserére. A 14 hallgató és a velük érkező dékán részére olyan programsorozatot állítottak össze, amelyben vannak visszatérő helyszínek, valamint összegyűjtötték azokat a speciális kéréseket, ami a hallgatókat szakmailag a leginkább érdekli. Mindenféleképpen szeretnének ellátogatni a Periféria Egyesülethez, hogy megismerkedjenek az utcai szociális munkával, illetve majd a Nyíregyházi Családsegítő Központba is ellátogatnak. Ott ugye, ami érdekli őket, az az óvodai és iskolai szociális munkának a területe. Ez most azért lesz egy érdekes és izgalmas dolog, mert hogy ez Magyarországon most indul isten igazából, náluk meg több évtizedes hagyománya van, úgyhogy most a kollégák leülnek és eszmét tudnak cserélni, hogy ez hogy is működik. Tehát mindig úgy állítjuk össze a programot, ahogy ők esetleg kívánják. A delegáció tagjai a szakmai programok kapcsán a Periféria Egyesületen túl ellátogatnak a Városházára, a Csodavárba és az Esélycentrumba is. A vendégek ezen túl megismerkednek az egyetem hallgatóival is, akik egy városnézés keretében bemutatják a nyíregyházi látnivalókat.
We're here to learn about Hungary. Mivel még soha nem jártunk Magyarországon, itt célunk, hogy megnézhessük az országot, megismerkedhessünk a magyar történelemmel, kultúrával, valamint az ország egyéb értékeivel. Mivel mi is szociális munkások vagyunk, így ennek a tanulmányútnak a segítségével szeretnénk összehasonlítani a szociális problémákat Magyarországon és az Egyesült Államokban. Illetve tapasztalatot szeretnénk gyűjteni arra vonatkozóan, hogy milyen megoldási javaslatok vannak ezekre a problémákra. David Jenkins elmondta, céljuk, hogy az amerikai hallgatók új ötleteket szerezzenek bizonyos szociális problémák megoldásához, illetve hogy a bevált gyakorlatokat ők is megtanulják alkalmazni. Hozzátette, hasznos tapasztalatot szeretnének szerezni azzal kapcsolatban is, hogy Magyarországon milyen megoldásokat alkalmaznak a hajléktalanság, a szegénység és az utcai szociális munka terén. A Borabási Határrendészeti Kirendeltség járőrei a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársaival közösen tartottak területellenőrzést Beregdaróc külterületén, áll a rendőrség közleményében. A hatóságok munkatársai árucsempészése utaló nyomokat követve a határtérségben több szemét észleltek, akik a hátukon dobozokat cipeltek. Felszólították a személyeket, hogy igazolják magukat, aminek ők nem tettek eleget, majd a ládákat hátrahagyva futni kezdtek. Az egyenruhások utolérték és elfogták a három ukrán állampolgárságú férfit, akik az eljárás adatai szerint még aznap érvényes ukrán útlevéllel léptek be a tiszabecsi átkelőn Magyarország területére. A hátrahagyott 18 mesterláda összesen 10.900 doboz csempészett cigarettát tartalmazott. A rendőrök az ukrán férfiakat a 15 millió forintot meghaladó értékű dohányáruval együtt átadták a további eljárás lefolytatására illetékes Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársainak. Feloldották a részleges látogatási tilalmat a Nyíregyházi József András Oktatókórházban. A korlátozásra az influenza járvány miatt volt szükség. Az intézmény közlése szerint hétfőtől a Szent István utcai és a Sóstói úti kórház valamennyi gyógyító osztálya újra látogatható. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház más telephelyén már korábban feloldották az elrendelt tilalmakat. Nem kedvez a jelenlegi időjárás a méh családoknak. A sok csapadék és a hirtelen jött tavasz nem segíti a méhészek évkezdését. Tavaly nyáron az ország minden területéről jelentettek tömeges méhpusztulást, aminek negatív hatásait nehezen heverték ki a méhekkel foglalkozó gazdálkodók. A kedvezőtlen körülmények miatt idén tavasszal meglehetősen vontatott a méhek fejlődése. Az áttelelő méhek 10-12 fokos levegő hőmérsékletben kezdik meg az első kirepüléseiket a kaptárból. A méhészek idén nehéz évkezdetre számíthatnak. A tavaly nyári napraforgó virágzás idején jelentős elhullások voltak, ezáltal a méh családok nem zárták az őszt telelésre alkalmas állapotban. Ennek következtében a méhészek gyengébb családokkal indítják az évet. A jelenlegi kedvezőtlen időjárás miatt a méh családok nem kapják meg a szükséges ásványi anyagokat. Túl biztató dolgokra nem merünk álmodni, bízunk benne, hogy az időjárás egy kicsit változni fog, akár a csapadékosság, hirtelen jött meleg, ugyanúgy nem tett jót se a méh családnak, meg se a természetnek. Hát reméljük, hogy ez realizálódik, és azért valamilyen szinten fel tudjuk készíteni a családjainkat a tavaszi mélegelőkre. Március elején szokták megvizsgálni a méhészek az áttelelő méh családok állapotát. A téli veszteség mértékét már fel tudják mérni, ami idő megközelítőleg 20%-os, tette hozzá Hok József. A termelő családok végleges száma még később fog kiderülni, az addigi időjárástól függően. Most az elsődleges feladat az épségben áttelelt méheket megfelelő állapotba hozni. A családjainkat már megkezdtük felkészíteni a főhordásra. Itt azért az első virágportadó növények, az a gyümölcsfák, vagy akkor beszélhetnénk itt a tyúkúról, az árvacsaláról, a fűzfélékről, ezeknek a virágzását várjuk, és ezek elősegítésére már a családjainkat dolgozunk, serkenteni próbáljuk, megfelelő hőmérséklet kialakítására, páratartalomra gondolunk, megkönnyítsük a munkájukat akár belső vizes itatókkal, vagy valamilyen szintű cukros szirup serkentéssel. De ez a gyümölcsvirágzással indul meg igazából, amikor már esetleg, hogyha a családok fejlettség olyan állapotban van, akár már elverdő méhezet is adhat. A méh családok fejlettsége határozza meg, hogy szükséges-e az adott méh család növelése. Ez általában májusban derül ki az akácvirágzás után.
A szakember úgy látja, hogy jelenleg nem cél a mély családok bővítése, mert a megye mérlegelő területe már nem bír el több mély családot. A témával bővebben a hétfő esti 35 perc című műsorunkban foglalkozunk. Egyre több gyermek tölti a nyári szünidő egy részét táborokban. A természetközeli és sportos lehetőségek mellett évről évre egyre népszerűbbek a digitális írástudással foglalkozó táborok, amelyekre már általános iskolás kortól lehet jelentkezni. Akár előfoglalási kedvezményt is kaphatnak azok, akik időben jelentkeznek nyári táborokra. A népszerű táborok azonban a jelentkezés megnyitásától számítva akár néhány nap alatt betelhetnek. A tavalyi évben több mint 200 ezer gyermek táborozott a nyári szünet alatt, derül ki a táborfigyelő felméréséből. Egyre több lehetőség közül választhatnak a szülők, akik, ha tehetik, valamilyen hasznos időtöltést biztosítanak a gyermekek számára. Ma már széles a paletta, amiből választhatnak a családok. Nyíregyházán és a megyében az egyik legnépszerűbbnek az ótábor számít. Évek óta hatalmas népszerűségnek örvend a nyíregyházi állatpark nyári tábora, az ósuli, hiszen itt a gyerkőcök betekinthetnek a kulisszák mögé, és számtalan állattal testközelben is találkozhatnak. Már egyszerre 200 gyermek van, őket 10 csoportra bontva, 20 fős csoportokban mennek a tematikus órákra, és hétfőtől péntekig 8-tól 4 óráig, 5 nap alatt 10 féle programmal ismerkednek meg, mint például a Kárpát-medence élővilága, az afrikai élet, majmozás vagy az Ázsia ház. A természetközeli és sportos lehetőségek mellett évről évre egyre népszerűbbek a digitális írástudással foglalkozó táborok. Ezekre már általános iskolás kortól lehet jelentkezni. Ebben az esetben sem marad ki a mozgás, a tantermi órákon kívül strandra és állatkertbe is viszik a diákokat, mondta a Logischool nyíregyházi tagintézményének vezetője. Heti egyszer jönnek a gyerekek hozzánk az iskolai tanévben, viszont hogy nyáron se kelljen nélkülözni esetlegesen a Logischoolt, nyári táborokat szervezünk, én már harmadik alkalommal, 2 sikeres nyári táboron vagyunk túl, különböző tematikában választhatnak a gyerekek, ilyen például a robotika, a hacker, a Minecraft, illetve az AppCamp, egy applikációkészítő tábor. Ők választják ki érdeklődésük szerint, hogy melyikre szeretnének jönni. Nagyon-nagyon egyszerűen fogalmazva és tömören, fél napot ezekkel foglalkoznak, ki a választott témában, fél napot pedig különböző sportszabadidős tevékenységeken vesznek részt. A nyári táborokra érdemes időben jelentkezni, hiszen évről évre drágulnak, bizonyos esetekben viszont a szervezők biztosítanak előfoglalási kedvezményeket, ami akár 10-15%-os spórolást is jelenthet, illetve testvérkedvezményeket is igényelhetnek a szülők. Minden korábbinál több, összesen 134 külképviseleten szavazhatnak azok a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar választópolgárok, akik az Európai Parlament magyar tagjainak választásán nem tartózkodnak Magyarországon, írja az MTI. A májusi EP választáson a külföldön tartózkodó, nem magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok Magyarország külképviseletein akkor szavazhatnak, ha május 17-éig kérik külképviseleti névjegyzékbevételüket. A külképviseletek száma a 2018-as országgyűlési választáshoz képest 16-tal nőtt, így májusban 95 ország 134 külképviseletén adhatják le szavazatukat a külföldön tartózkodók. Idegenben győzött a hétvégén a Nyíregyháza Blue Sharks, ezúttal a Békés volt az ellenfelük, ahol végül 75-92-re diadalmaskodtak a kék cápák. Az újabb mérkőzés most vasárnap a MAFC ellen játsszák az NB1B piros csoportjában. Tervei szerint alakult a hétvégi mérkőzés a Nyíregyháza Blue Sharks számára. A kosarasok dolgát ugyanakkor sérülések, hiányzók nehezítették. Hát úgy jutottunk el Békés Csabára, a Békés ellen, hogy a Tóth Geri, illetve a Bazsó Bruno nem tudott játszani és nem jött velünk. Ezért kicsit át kellett alakítanunk a támadójátékunkat, de úgy gondolom, hogy a fiúk jól megoldották, és úgy gondolom, hogy magam biztosan nyertünk. 75-92-es nyíregyházi sikerrel végződött a találkozó az NB1B piros csoportjában. Végigvezettek a mijeink, a győzelem egy percig sem forgott veszélyben. Csupán az utolsó negyedben olvadt a különbség a két együttes között. A legtöbb nyíregyházi pontot Czura Attila dobta. Igazából számítottunk arra, hogy győzni fogunk, hisz úgy mentünk, ugyebár ez is egy kötelező mérkőzés volt számunkra.
Igazából olyan meccs volt, amilyenre számítottam. Az elején sikerült elhúznunk a fél időbe. Sajnos utána a harmadik, negyedik negyedben kicsit visszajöttek, de itt is már a negyedik negyedben tudtak játszani nálunk a fiatalok. Pozitívum, hogy nagyon sok fiatal játékos sokat tudott hozzátenni a mérkőzéshez, ugyebár Sitku Marci is jól játszott, Fazekas Csaba is. Ez már sorozatban a 8. győzelme volt a csapatnak, amelyet a szakmai igazgató úgy értékelt, hogy végre azt a játékot játszották a fiúk idegenben, amit eddig is kellett volna. Mindenképpen azt szerettük volna, hogy ott legyünk a legjobb négy között a bajnokság végén. Ehhez kell az, hogy a rájátszás hazai pályán tudjuk elkezdeni. Úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen könnyebbséget jelentene, és most ott vagyunk a táblázat negyedik helyén. Ezt szeretnénk megőrizni, és amit lehet, mindenféleképpen javítani még majd a rájátszásban ezen a pozíción. Ehhez nekünk kell az, hogy ezek a mérkőzések, mint amilyen a vasárnapi lesz a Mavc ellen, sikeresek legyenek. Szeretném kérni, hogy minél többen jöjjenek ki a meccsekre. Azt hiszem, hogy ezek olyan találkozók lesznek az elkövetkezendő három találkozóról összességében szeretnék beszélni, vagy erről beszélek. A Mavc, a Veszprém és a BKG elleni ütközet, ez mind olyan találkozó lesz, ami remélhetőleg színvonalas, és nagyon jó lenne, hogyha természetesen hazai győzelemmel fejeződnének be. A 22. fordulóban a tabellát vezető Veszprém 89-84-re maradt alul a harmadik helyen álló Oroszlány otthonában, míg a második Mavc 92-87-re diadalmaskodott a Vasas ellen. A nyíregyházi csapat tehát legközelebb most vasárnap lép pályára. A Mavcot fogadja a délután 16:30-kor kezdődő mérkőzésen. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. A három milotai szegregátumban élő 16 és 54 éves kor közötti lakosok továbbképzésére nyert támogatást a település önkormányzata. Kőműves, családellátó és kerti munkás OK-i és képzésben vehetnek részt az arra jogosultak a következő három évben. A település fejlesztése érdekében hamarosan csillagház és szolgálati lakások is épülnek. Külföldi hallgatók érkeztek az Egyesült Államokból Nyíregyházára, a Debreceni Egyetem egészségügyi karára. A szociális munkás szakos egyetemisták egy hetet töltenek nálunk. Itt tartózkodásuk alatt tanulmányozzák a szociális ellátórendszer helyi jellegzetességeit, és egy tanulmányt is készítenek a tapasztalataikról. A természetközeli és sportos lehetőségek mellett évről évre egyre népszerűbbek a digitális írástudással foglalkozó táborok, amelyekre már az általános iskolásokat is várják. A nyári táborokra érdemes időben jelentkezni, hiszen évről évre drágulnak, bizonyos esetekben viszont a szervezők biztosítanak előfoglalási kedvezményeket, ami akár 10-15%-os spórolást is jelenthet, illetve testvérkedvezményeket is igényelhetnek a szülők. Önök a Kölcsei Televízió iradóját látták március 4-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalukon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedd reggelig gyengén és közepesen felhős időszakok és területek váltakoznak, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Az éjszaka második felében több helyen lehet eső, zápor, a délnyugati, majd a nyugatira forduló szél megélénkül, időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 fok körül alakul. Kedden felhő átvonulások várhatók több-kevesebb napsütéssel. A reggeli órákat követően futózápor csak kis valószínűséggel fordulhat elő. A nyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 fok körül alakul. A következő napokban változékony időre van kilátás. Általában hosszabb napsütéses időszakokra és változó felhőzetre lehet számítani. Érdemi csapadék nem lesz, de helyenként futózápor esetleg előfordulhat. Átmeneti lehűlés után a hét közepén ismét erősödik a nappali felmelegedés, majd a hét utolsó napjaiban újból visszaesik a hőmérséklet.